hogy aláírja és átadja a köztársasági elnöknek. A köztársasági elnöknek is van rá 5 napja, hogy ezt aláírja. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha mindenki most már, hogyha eddig is a Facebook előtt ült és azt a billentyűt verte rendesen, minden este vagy minden nap is ilyen-olyan hozzászólásokhoz volt ereje, akkor legyen annyi ereje, hogy megírja azt a levelet. Meg lehet írni, fölmegy a köztársasági elnöknek a honlapjára, és szépen kitölti azt, amit lehet, vagy amit kell. Úgyhogy hajrá! Köszönöm! Köszönjük Sudinak is! Én is mindenkit biztatok, ha már nem jön ki ide fagyoskodni közénk, egyébként nagyon jó buli szerintem, ha már nem jön ide ki közénk fagyoskodni, akkor legalább tegye meg, hogy a meleg szobából ír egy levelet, egy levéllel több, hát hogyha pont az övé lesz, aki átbillenti a köztársasági elnököt. Más valaki? Gyere, légy szíves, Laci! Egy perc, jó? Hát hogy ne? De csak egy perc. Na, szeretettel köszöntelek benneteket. Én július 25-én voltam utoljára az Zalaegerszegen, küzdöttünk a bengáli tigris. Csak annyit szeretnék mondani, hogy amitől én agyhalott vagyok, hogy már többször megnéztem a szerződésemet, hogy le van írva, hogy 4.940.000 forint. És az 4.940.000 forintot hogyan fogja forintosítani? Tehát csak ennyi. Tehát ettől kész vagyok. A másik, még amit akartam mondani, hogy a menyus az levezette, hogy ha az összes hitelt minden kamat nélkül csak simán kiadták volna, egy az egybe. Tehát amit kiad, azt visszakéri. Mivel ugye 1:9 arányba adhat ki a bank, tehát, hogy hívják ezt, levegőpénzt csinálhat, ezért ha 1% kamatot nem kért volna rá, akkor is 9-szeres pénzt fogott volna rajta. Na, köszönöm a figyelmet. Örülök, hogy itt lehetek veletek. Köszönjük, Laci! Más valaki? De hogy aztán bennetek maradjon, és majd Sányi cipelitek, és vissza kell jönni veletek, hogy jaj, a Trócsányinál akartam még elmondani. Az úgy azért mután jön neki. No, akkor, hogyha nincs, akkor itt nem húzzuk nagyon az időt, meg azt, hogy ugye ne fagyjunk itt agyon. Átmegyünk Sányihoz, nincs túl messze, de kocsival. Lóra, kocsival fogunk menni. Egy nagyon fontos dolog, hogy ugye körülbelül 10 autóval vagyunk, vagy egy kicsivel lehet, hogy többel is. Viszont átmegyünk a fogaskerekű sorompóján. A fogaskerekűt bármilyen erősek, bátrak és ügyesek is a rendőrök nem tudják megállítani. Tehát hiába állnak oda és integetnek, nem valószínű, hogy fog menni. Úgyhogy ha valaki pirosat kap, akkor az ott álljon meg, jó? Tehát azt vegyük komolyan, ezt a piros lámpát. Akkor ott megállunk, és ugye természetesen a többiek meg megvárják őt, és majd a Laura útra fogunk bekanyarodni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e elrendelni a megállási tilalmat a Laura úton a rendőrségnek. Ugye egy évvel ezelőtt, tavaly októberben nem sikerült, akkor Csányi oda bepakolta az összes lopott autót, ami csak volt neki, meg a teherautókat is, hogy ne tudjunk megállni a háza előtt. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul ez a dolog. Úgyhogy üljetek be kocsikba, ha valaki gyalog jött, akkor természetesen valakihez csücsenjen be. Itt összepakoljuk a hangosítást, és már megyünk is tovább. A plakátok természetesen maradnak. A nagy kocsikba, ahova meg befér, még oda tegyétek be a zászlókat, azt majd Csányinál szétosztjuk. Oké, hajrá! Hajrá! Jó, hogy ti vagytok utoljára.